Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok. Srácok, nézzétek meg ezt a videót, miközben elmesélem a történetet. Arról fogunk beszélni ebben a videóban, hogy ebben a kodban jutalmazó-e a kempelés. Szóval ti a bírái, hogy ebben a videóban végül is kempeltem, vagy taktikusan védelmeztem egy adott területet. Számomra, számomra az a játékstílus, amit itt képviselek ebben a videóban, számomra az már kimeríti a kempelés fogalmát, és azon belül kimeríti talán a legidegesítőbb kempelés fogalmát, mert az a fajta kemper, aki ebben a videóban vagyok, engem a legjobban szokott felidegesíteni, mert van minimum agyi használata ahhoz, hogy ne folyamatosan egy helyen legyen, hanem innen oda mozduljon el, éppen hogy csak idegesítse a csapattársakat. Szóval nem fogok nagy titkot elárulni, összeszedem a csopert. Na de a hogyan? a kérdés, ugyebár. És azt miközben nézitek a videót, beszélgetünk arról, hogy ebben a Call of Duty-ban, mert ugye azért és mindegyik Call of duty végül is panaszkodtak az emberek a kempelése, csak valahogy uh, egy kisebb probléma látszik felmerülni ebben a Call of duty ban mint a jobban hatással lenne az emberekre. Uh, ez a dolog frusztrálóbb ez a Call of Duty egy bizonyos szempontból a kempelés terén. Nem csak a kempelés terén, hanem a randomitás terén is. Tehát nagyon sokszor random dolgokba halsz bele, random dolgok vannak itt, random golyók repkednek ott, és ilyen nem értett szituációk rengeteg van belőle ebben a játékban. Egyetek kell nektek, ez a játék már a sokadik játékom így a nap folyamán, és természet ből adódó, én nem vagyok az a kemperfajta játékos, nem tudok leülni egy pillanatra is, hogy, hogy megálljak egy helyben, ebből adódóan sokszor sokat halok, sokszor sokat ölök, attól függ, hogy hogy jön ki a játék, de egyszerűen nem az én stílusom az, hogy nagyon leálljak egy helybe és ott kempelgessek. Valóban általában ezt a játék játszom, hogy nem kempelek, így aztán hát nagyjából olyan 2,2 és 1,2 vagy 0,9. Tehát 0,9-től 2,2-ig mozog a KDM általában, de egy ilyen nagyon rossz napot fogtam ki, úgyhogy folyamatosan ilyen rosszabb kd lettek, ilyen egyes körüli KD-im lettek. És ezt azért mondom, hogy úgy érzékeljétek a különbséget aztán, elegem lett, mondom, én nekiállok, most olyan taktikus leszek, úgy fogok kempelni, meg alig mozdulok, meg a pályán. És ez lett az eredménye, és két játékot játszottam zsinórba, és eh, aminek ugyanez lett az eredménye, és, és saj, sajnos, nem sajnos, ez nézőpont kérdése, mert egy kicsit fogunk beszélni most a, a spawn rendszer pályaszerkezetszerűségről is, Sajnos nem sajnos, de mind a két játékom, ahol visszafogottan, kempelősen játszottam, mind a két játékomban sikerült Chopper összeszedni. És ez, ez, azért néhol elszomorít, igazából, és valahol nem is, mert ez a Call cool már nem, már nem úgy játszák, ahogy ahogy régen a Call of Duty-kat játszották. Mivel, hogy valóban változtattak a térképeknek, valamilyen szinten változtattak a szerkezetén, ezáltal azt mondom, hogy beiktattak több ablakot, több kempelyet, több sötét több sarkot, blablabla, bla, bla. ettől vált realisztikusabbá a kodok térképe, mert hogy nem tudom, miért mondja mindenki azt, hogy ú, mennyivel realisztikusabbak lettek a kottérképek, nem, ugyanúgy ott van az a tetves három útvonal, csak azt olyan szinten megfűszerezték sötét sarkokkal, ablakokkal, anyám kínjával, hogy attól úgy tűnik, hogy a térkép sokkal komplexebb. Valójában nem komplexebb a térkép, csak megvannak rajta azok a helyek, ahol sokkal több random dolog történhet meg veled, Gránát, Claymore, röp, elröppenő sötét zugból kilövő ember, aki ott ragadt a spólóta, Ilyen, ilyen kemperek tömkelege, és ez ez az, amivel teletűzdelték a térképet, és ettől vált a játék stratégikusabbá. Kérem szépen, remélhetőleg jönnek majd illetve nem reméltek, nem biztos, hogy jönnek majd régebbi Call of Duty eh, térképek, mint MV2-ből a Dust, eh, biztos, hogy visszatér, és eh, még, vo még volt egy-két jó de a Dust maradt meg leginkább, mert nagyon szerettem azt a pályát, de egy-két régebbi uh, Call of Duty térkép vissza fog térni, és azok visszahozzák, Azokat a, azt a stílusú játékot, amit én is képviselek, az a sokkal rásseresebb reflexekre hagyatkozó uh, játékmód, semmint, hogyha meghúzódunk és a háttérből uh, játszuk ki a, uh, a dolgokat. Szóval, ja, lesznek régi térpék, ott, ott valószínűleg kiélhetem a rásmániámat, viszont igen, a válasz igen, sokkal jutalmazóbb leállni és kempelni ebben a játékban. Viszont, itt is fel, viszonylag gyors a spawn rendszer, és hogyan tudod kikerülni azt, hogy mondjuk ne hátba lőjenek, miközben nagyban, nagyban campus, és az pedig némileg kontrollálnod kell, a, vagy ismerned kell azt, hogy hova spawnolnak az enemik. Spawn térképszerkezetről szerintem csinálunk egy külön videót, ahol elmondom, hogy ahogy én eddig észrevettem, hogy hogyan spónoltat a játék, és hogyan kerülheted el azt, hogy esetleg hátba lőjenek, reszámítva azt a, ezeket a random dolgokat, mert ez akkor is előfordult, el, de hát hogyan kontrollálhatod egy kicsit azt a spórendszert, és miért kényszerít, nem hogy mitől vagy rá kényszerülve, mert valamilyen szinten rá vagy kényszerülve arra, hogy, hogy kempeljél, és a sporrendszer az, ami rá kényszerít arra, hogy valami szinten kempelj, mert úgy van megoldva, hogy, egy, hogy, hogy szinten kempelet kelljen, és, és ez a, hát szomorú, kinek szomorú, kinek nem, azt hiszem, hogy, hogy mondjátok meg ti tényleg ott a videóban, hogy ti hogy láttátok? most ott kempeltem, vagy inkább taktikusan egy területen mozogtam, és ott védtem, kivártam, esetleg jönnek-e, mert tény és való, hogy a házban kempelni kezdtem, felfigyeltek rám, és elkezdtek jönni uh, az emberek, mert ki akartak szedni, és ez, ez, nagyon is látható volt, főleg egy tag végképp ki akart szedni, uh, úgyhogy is összejött, kellett hozzá némi szerencse is természetesen, de, uh, összejött a dolog, S utána játszottam még egy játékot, és ott is összejött a, Összeült a dolog. Kempeltem, itt-ott taktikusabban mozogtam, kihasználtam a spawn rendszernek a nem hibáját, csak a sajátosságát, mert nem hibásan működik a spawn rendszer ebből a szempontból. Így van megcsinálva, és emiatt a, a, a játék egy kicsit, uh, kicsit jutalmazza a kempel, és Kicsit jutalmazza, hogy meghúzódj és sarokba, és kivált, kicsit jutalmazza, hogy lerakd a klémorodat, és a többi, és a többi. Úgyhogy, ja, ha nem bírod a, ha nem bírod a kempelést, éké a taktikus kempelést, amit én is itt előadtam ebben a videóban, akkor, akkor nagyon frusztrált leszel ezzel a Call of duty mert ki kell, hogy jelentse, hogy ez, ebben a kodban a kempelés sokkal jutalmazóbb, mint az eddigi kodokban. A, a nubi, az új játékosok is, mivel hogy az új játékosok, amik profitban nem válnak, jobban kempelgetnek, óvatosabban mozognak a pályán, és reflex azért mindenkinek van, hogy kilőjön egy-két golyót abból a fegyverből, megspékelve ezt egy m 4 jel elpusztíthatatlan páros, és az új játékosok is sikerémént érhetnek el. Na most, hogyha egy veterán játékos kezd el kempelni felhasználva a tapasztalatát, akkor, akkor még nagyobb sikert ér el, és többnyire ez ki is látszódik. Az emberek kezdi, kezdenek lelassítani, Ebben a Call of Duty-ban egy-kettő, mint még én is, még mindig erőltetjük a rast keményen, mert az az egyetlen élvezetes játék. De azt hiszem, hogy ez a Rainbow Six-szízes stílusú, taktikus lelassult, kempelős játék az, ami igazán jutalmazja a kodban, és, lef, és, és, valahogy a Rainbow Six Siege-ben megtalálható támadás, mikor ugye a támadó csapatba születsz be, és a védekezés is valahogy részt vesz ebben a, ebben a Call of Duty-ban, szóval a támadók, ők ugye a rusher de hogyha te a rusher fajta vagy, és a tám, az vagy, aki mozogsz a pályán, akkor felesd el azt, hogy futsz. Felesd el azt, hogy szépen lassan, mint a Rainbow Six legugolva mész, kinézel a sarokból, kikempeled, néha magad mögé fordulsz nem eljön be onnan, és hogyha a videó oldalon vagy, mint hogyha a Rainbow Six is belené a videó oldalon, akkor egy ház biztonságában nagyon sok olyan szöget és ly lyukat, ablakot találsz, ahol biztonságosan kinézhetsz, illetve kempelhetsz az adat illetők, illetve megfelelő mennyiségű csapdát állíthatsz fel magadnak. És ez itt így, ez a kettő kettő keveredik a Call Már nincs, nem feltétlenül, nem feltétlenül van meg az a rás, mint régen, futsz, mint a hülyes reflexből lelősz mindenkit, mert a, a sok randomitás miatt a pályán, ami történik, a sötét bújó játékos, a random gránát, a random golyó, a random claim, olyan helyeken, ahol nem is számítanál, rá, azok, azok kinyírnak, ha túl gyorsan mozogsz a pályán. Ezért némi óvatosságot javasolnék. Ez, ez van, srácok. A ti döntétek el, írjátok meg, mi, milyen játékot játszott, ami taktikusat, kempelőset, vagy, vagy ti majd megmondjátok. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. A következő köd videóig iratkozzatok fel azért. Biztos, ami biztos. Csengőjeles kérre rányomtok. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!